Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. A Löbeli MB2-es férfi kézilabda csapata a Szent Gotthárd csapatát fogadta szombaton. Mai magazinunkban elsőként erről a találkozóról számolom be Önöknek. Tamás, egy gólos fájdalmas vereséget szenvedtünk. Én azt gondolom, mi vesztettük el ezt a meccset, nem pedig a Szent Gotthárd nyerte meg. Akár ezt is lehet mondani, ugye többször a kezünkben volt a meccs, azt gondoltam az első fél idő után is, hogy tehát nem játszottak egy kiemelkedő játékot, ebből fakadóan azt gondoltam, hogy a második fél idő sikerült pozitívan lehozni, sajnos nem így történt. Hát ennek több oka is volt. Persze egy gólos vereségben ugye bal szerencse is benne van, mert azért tényleg aki itt volt a meccsen, az látta, hogy akkor, amikor esetleg fordíthattunk volna a második fél időbe, vagy esetleg egy kicsit kedvezőbben alakulhatott volna az eredmény, akkor általában bement sáncról, ebből volt négy. Ugye amikor a kapus tehetetlen, tehát azért ez is benne, tehát ez a szerencse faktor is játszott ugye abban bele, hogy most ezt nem sikerült hozni, ezt a meccset. A végén próbáltuk egy nyitott a védekezésre áttérni, sajnos ugye a lövőnknek nem, lövőinknek úgymond nem ment, tehát a Fülöp Jani ugye nagyon gyengét teljesített, a Szalai Áki az ugye az első fél idő végén szállt be, azt gondolom, hogy nem rosszul. Ugye a Jani még kapott lehetőséget a második fél idő elején, aztán ugye próbáltam úgy forgatni a csapatot, hogy a gyorsabb, ugye amikor a második fél időben a Vajnóczi Mátéra már feljebb jöttek, akkor ugye próbáltam gyorsabb embereket betenni ugye lövőposztra, mint a Meitzinger Gergőt például, de azt gondolom, hogy egyikőjük sem váltotta meg a világot magyarul, tehát a támori játék maradt el attól, aminek lenni kellett volna, azt gondolom. A végén meg ugye változtatni akartunk megint a játékunkon az utolsó 10-12 percben igazából, amikor ugye egy ilyen begyakorlott a felállásba kellett volna támadnunk. Azonban ez nem sikerülhetett, mert ott folyamatosan azt hiszem, hogy 6 percig ember hátrányban voltunk, tehát azt jelenti, hogy nem tudtam változtatni. Tehát ugye a támadó játékon akkor tudok változtatni, hogyha elő tudunk húzni valami olyat, amit teljes létszámban tudunk játszani. Sajnos ez akkor, amikor ugye sorsdöntő része volt a meccsnek, tehát az utolsó 10 perc, amikor kezdődött, akkor folyamatosan ember hátrányban voltunk, ugye ezt nem tudtuk meglépni, ott a Szalai Ákosnak már szóltam, hogy újra jönni fog egy olyan negyed órával a vége előtt, sajnos nem tudtam föltenni, mert kénytelen voltam megnyitni a védekezést, az azt jelenti, hogy az ellenfél irányítója, aki ugye lőtte ezeket a lecsorgó gólokat magyarul, tehát akinek igazából szerencséje volt, de egyedül, mikor már a bal lövő kipontozódott, ő volt veszélyes kapura, ugye ez be is jött volna, úgy nézett ki. De hát sajnos a szerzett labdákkal meg nem tudtunk élni, mert itt volt a végén, hogy a négy labdaszerzésünk, abból hármat eladtunk magyarul, tehát nem tudtuk góllal befejezni, még akkor se a indulást és létszámfölénybe voltunk, tehát rosszul döntöttünk. Azt gondolom, hogy ez az egy gólos vereséget mindenképp eredményezte. Maga a mérkőzés lefolyása azért azt gondolom, hogy tehát lehetett volna fordítani, vagy egy döntetlen belefért volna a simán, tehát nem gondolom, hogy rosszabbul játszottunk, mint a Gotthárd, sőt. Tehát azt gondolom, hogy a küzdő szellemmel nem volt probléma. Mondom, ez az egy gól, ez akár szerencse kérdése is lehet, meg hát egy-két rossz döntés, tehát igazából ennyi. Meg hát a játékvezetőkkel most nem foglalkozunk, mert persze, tehát nem azt mondom, hogy ők. Tehát hasonlóan tévedtek mindegyik oldalra, viszont volt két olyan szituáció, amit nem is értek most sem. Tehát az azt jelenti, hogy beállóba volt az első fél időben is, mindegy, hogy melyik részében a mérkőzésnek az első fél időben, illetve a második fél időben volt egy ilyen szituáció mind a kétszer, hogy a beállónk ugye megkapta a labdát a hatoson, és ugye faltolták, ugye a mezőnyét húzták hátulról, ugye kiadta az ittszert, tovább engedték, indultak, ők gólt lőttek, és utána odaadták a két percet az ellenfél játékosának. Ezt megcsinálták mind a két fél a kétszer, tehát két gólt kaptunk mind a kettőből, illetve Erdhese elmaradt. Tehát azért ez azt gondolom, hogy ez azért befolyásolta a mérkőzésnek a összességében a végeredményét mindenképpen. Döntő momentumok ezek, a jegyzőkönyvvezető ilyenkor mit tehet? Yeah. Az oké, hogy neked ad mellesleg még egy sárga lapot egy egyéb történetért, de ez már lassan a te személyiségedhez hozzátartozik. Hát azt gondolom, hogy azért az edzőnek együtt kell működni ugye a mérkőzéssel, meg a játékkal, meg hát hogyha úgy érzem, hogy sérelem éri akár az én csapatomat, akkor próbálom ugye megvédeni, vagy csitítani a kedélyeket, vagy a konfrontációt megszüntetni mondjuk a zsűri meg a kispad között akár csak annyival is, hogy közéjük állok, és akkor annyi is elég, nekem elmondja, hogy mi a probléma, a játékos meg mögöttem lenyugszik. De azt gondolom, hogy tehát a játékvezetők, illetve a zsűri nem tudtak jól működni együtt ezen a mérkőzésen, mert ugye a zsűri is többször foglalkozott nem a pályán történő dolgokkal, én azt gondolom, hanem inkább azzal, hogy mi történik a kispadon, és emiatt a játékvezetők sem tudták folyamatában a mérkőzést követni, mert állandóan információk jöttek a zsűri asztaltól, hogy most ezt csinál, most azt csinál. Tehát azt gondolom, hogy a zsűri is azért negatívan befolyásolta a játékvezetők tevékenységét ezzel, hogy nem hagyta őket koncentrálni a játékra. Én azt gondolom, talán az elején egy kicsit ott is hibáztak a sportársak, hogy
a szövegért sértődősebbek voltak, mint a fizikai brutalitásért. Tehát én ezt nem egy kemény mérkőzésnek gondoltam, hanem rögtön egy erőszakos játék látszott itt az első 15-20 percben. Így van, hát ezt az erőszakos játék, ugye ezt nem mi alkalmaztuk, mi próbálunk az elejétől fogva játszani. Az meg egy más kérdés, hogy ugye az átlevőink nem úgy működtek, mint ahogy szerettük volna, mint ahogy vártuk. Ugye volt a falba a könyökléstől elkezdve minden, tényleg beállunk, a gyomorszájba rúgták, stb. Ezeket nem trollták meg, kispadon reklamálásért egyből kaptunk 2 percet, mi is, tehát ők is, de mi is, tehát azt gondolom, hogy nem ez adja a játéknak a lényegét, azt gondolom, hogy a kispadon mi történik, mert a játék a labda a pályán van, illetve a játéknak ott kellene lenni, a brutalitás az nem ide való szerintem, egy sportszerű küzdelemnek kellett volna zajlani. Beszéltük is a fél időben egyébként, hogy nem menjünk bele ebbe a játékba, tehát ebbe a fajta adókapokba, de sajnos nem azt mondom, hogy nem így történt, a játékvezetők vitték a végén már bele ebbe a mindenkét csapatot. Egy kicsit én azt gondolom régi dilemmája, de én pozitív értelemben vagyok erre büszke, hogy a hazai csapat, az Ajka csapata túlságosan sportszerű, egy kicsit ilyen jó gyereknek mondhatnám így általánosságban véve a játék stílusukat. Hát lehet, hogy ez most azt mondom, hogy a fejétől bűzlik a hal, tehát nem voltam híve soha ennek a brutális játéknak. Most azt mondom, hogy a Komáromban is, mikor kikaptunk, akkor amerikai focira jellemző jelenetek is voltak a végén. Azt gondolom, hogy persze egy utolsó végjátékba ez belefér, de mondjuk mérkőzés közben mi nem biztatjuk arra a játékosokat, hogy most valamit akár megtoroljanak, vagy akár úgy viselkedjenek mérkőzés közben, mi a labdával, meg a játékkal próbálunk foglalkozni, ezzel próbálunk ugye az ellenfél felé nőni. Sajnos ebben az NB2-ben ugye van olyan, amikor ez dominál, hát a mai mérkőzés elején semmiképp nem ez dominált, de nem azt mondom, hogy ez volt a döntő, tehát ettől függetlenül nekünk játszanunk kellett volna a játékunkat. Sajnos ez az egy gól nem a javunkra döntött el a 2 pont sorsát, ami azért lett volna fontos, mert ugye most így a Gotthárnak 8 pontja lett, nekünk 4, tehát az már azért nagy különbségnek számít, de azt mondom, hogy ezzel bármi is elől, de azért jobb lett volna, mind a két csapatnak a 6 pontja lesz, és akkor azt mondom, hogy nyílt az egész. Most nem nyílt, most a középmezőnybe szorulunk valószínűleg ezzel, és hát még mindig van 2 nehéz meccsünk a veszprémi fiatalok, illetve a füredi fiatalok ellen, hát ott meg még nehezebb lesz a helyzet.